Élő kapcsolással folytatjuk a ma reggelt. Afrikába utaztak magyar középiskolások, orvosoknak segítenek, és helyi gyerekekkel járnak helyi iskolába. Az egyik cél az, hogy megtapasztalják, milyenek a hétköznapok ott. Ugandában van Kis Róbert Riár turisztikai szakújságíró. Szervusz! Kezdjük azzal, hogy mit is csinálnak pontosan a magyar középiskolások, túl azon, amit a felvezetőben elmondtam. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és üdvözletem küldöm innen Afrikából. Most egyébként olyan helyen vagyunk, ahol van internet, ami csodaszámba megy, az egyetlen jó minőségű szállodában itt Baléban, de tegnap már a humanitárius misszió keretében a magyar orvosok segítkeztek a helybelieknek az egészségügyi ellátásban, a fiatalok pedig nekik segítettek, a gyerekekkel foglalkoztak, ajándékokat vittek, tehát mindenképpen javították az életminőségüket. Egyébként csak tegnap nagyjából olyan 150-200 helyi emberen segítettek olyanokon, akik nagyon komoly betegségekkel jöttek oda, mert itt nem tudják kezelni őket, vagy éppenséggel nincs is orvos. És az a körülmény, ami ott fogadott minket, tehát Balétól nagyjából olyan két órányi autóútra, tényleg a kenyai határ közelében elképesztő volt. Ez az egészségügyi központ, mert legalább ilyen volt egyébként, ezt már megláttuk, amit itt most a képen láthatnak, de a gyerekek közül sokan még soha életükben nem voltak orvosnál például. Nekik segítenek a Magyar Afrika Társaság orvosai, a fiatalok pedig segítettek az önmunkájukat, a gyerekek mindenféle meglepetést vittek, és majd beszámolnak később egy internetes filmsorozatban arról, hogy milyen körülmények között is élnek emberek. Itt például közösen játszanak a helyiekkel, azt lehetett látni ezen a képen, és kipróbálják azt is, hogy milyen a helyi iskolába járni. Ma például innen Baléból elmegyünk majd abba az iskolába, ahol ugyanazt fogják enni, ugyanúgy fognak tanulni, ugyanúgy fognak létezni és iskolába járni, mint a helyiek közül. Azok, akiknek egyáltalán lehetőségük van erre, mert azért nagyon sokan még nem tudnak írni, olvasni. Hogy mi is itthon el tudjuk képzelni nagyjából az ottani mindennapi életet, egy picit mesélj kérlek a személyes tapasztalataitokról, benyomásaitokról. Nagyon-nagyon nagy az ellentét itt Afrikában, tehát van már egy gazdag réteg, de nagyon-nagyon kicsi ez a réteg, és mély szegénység jellemzi a falvakat. Az utak pedig olyanok, hogy keményre döngölt, agyagos talajon haladunk lényegében, és nem is mindig kemény, tehát lényegében pár kilométert lehet csak megtenni óránként. Tegnap például hidat kellett építenünk, konkrétan az autóbusz megállt, és az egyik vízmosás már annyira eláztatta a talajt, hogy nem tudtunk mit csinálni, úgyhogy mindenki kiszállt, fogott köveket, és szépen építettünk egy hidat, hogy egyáltalán haza tudjunk jutni. Na, volt egy olyan kis gyermek, akit leforráztak, és lényegében sürgősségi ellátásban kellett részesíteni. Ha nincsenek a fertőtlenítőszerek, nincsenek a magyar orvosok, Magyar Afrika Társaság orvosai, nem segítünk neki, akkor valószínűleg a higiénes viszonyok miatt nem érte volna túl ezt az egyébként hát annyira nem drámai dolgot. Úgyhogy nagyon érdekes és egyben megdöbentő, de hát itt van például mellettem Jeanette, aki ugye szakiskolába jár, és neked milyenek voltak a benyomásai? Nekem nagyon-nagyon emlékszem, hogy az, hogy én figyeltem a és osztogatottam nekik a ezáltal ők is boldogabbak lettek, és láttam, hogy mosolyognak, és mennyire boldogok azért, hogy mi ott vagyunk, és foglalkozunk. Melzsi tanárnőt kérdezem még, aki az egyetemen tanítványom egyébként, és ő az, aki vigyáz egy kicsit a többiekre. Milyenek voltak a benyomásaid? Nekem azt mondták, hogy egy olyan országban vagyunk, ahol elképesztően gyönyörű a fáj, és ennek ellenére mégis az olyan színvonalat egy szóban lehetne jellemezni, az pedig a nyomor. Ez a kettősség nagyon furcsa. És hát az is furcsa, hogy azért voltak veszélyes szituációk, például Melitta rohant, mert azt gondolta, hogy jönnek a cecelegyek, akik az államkört terjesztik, tehát igazából ez eléggé izgalmas szituáció, meg aztán voltunk olyan helyen, ahol a közbiztonság, hát az gyakorlatilag minimális, úgyhogy ilyen nagy macsetával járnak már a kisgyerekek is, ne legyen bajuk. És hát az kétségtelen, hogy az egészségügy állapota mellett azért hát az infrastruktúra is olyan, hogy az orvosok például azok egy olyan házban laknak, ahol a miniszterasszony jóvoltából, a különösségtelen miniszterasszony jóvoltából tehetik ezt meg, de mégis csak két órát van át. Már csak egy kérdés röviden kérlek, meddig maradtok? Még kicsit több, mint egy hetet, nagyjából egy hetet maradunk még, és az iskolák közül többet is kipróbálnak a helyiek. Helyiekkel közösen a diákok azért, hogy lássák majd a filmben a magyar középiskolások, magyar iskolások, főiskolások, egyetemisták azt, hogy milyen Afrika,
egy kicsit kulturálisan közelebb kerüljenek egymáshoz, és hát tudják értékelni utána saját magukat és Magyarországot is. Kis Róbert Rihárnak köszönjük szépen egyelőre.